23. fejezet. Az elveszett kincs. Amikor a Darnot felkutatására indult expedíció sikertelenül visszaérkezett, Dufran kapitány azt akarta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, induljanak útnak. Ebbe Jane-t kivéve mindannyian beleegyeztek. Nem, jelentette ki a lány határozottan. Én nem megyek el innen. Önök is jobban tennék, ha maradnának. Két barátunk van a dzsungelbe, akik egy nap elő fognak onnan jönni. Arra számítanak, hogy mi várunk rájuk. Egyikük az ön tisztje, Dufran kapitány, a másik pedig az az erdei ember, aki az apám társasága minden egyes tagjának megmentette az életét. Két nappal ezelőtt azért hagyott magamra a dzsungel szélén, hogy, amint hitte, apám és Mr. Clayton segítségére siessen. Azért maradt távol, hogy megmentse Darnot hadnagyot. Ebben biztosak lehetnek. Ha túl későn érkezett volna, hogy tehessen valamit a hadnagyér, már visszatért volna ide. Az, hogy nem tért vissza, számomra egyértelműen bizonyítja. Azért késik, mert Darnot megsebesült. Esetleg azért, mert azon a falun is túl kellett követnie a hadnagy fogvatartóit, amelyeket az ön tengerészei megrohamoztak. De hát szegény Darnot egyenruháját és minden holmiát megtaláltuk abban a faluban, Miss Porter, érvelt a kapitány. A benszülöttek igen izgatottnak látszottak, amikor a fehér ember sorsa felől kérdeztük őket. Igen, kapitány úr, de azt nem mondták, hogy meghalt. Ami pedig a ruháját és a felszerelését illeti, hát bizony ezeknél a vadaknál civilizáltabb emberek is elszednek a fogjaiktól minden értékes tárgyat. Akár szándékukban áll megölni, akár nem. Még az én szeretett földieim, a déli katonák is kifosztották az élőket és a holtakat. Lehet, hogy ezt az ön erdei emberét is foggyulejtették, vagy megölték a vad emberek, vetette föl Dufran kapitány. A lány nevetett. Nem ismeri őt, felelte Parányi büszkeséggel a hangjába. Jó leső érzéssel töltötte el az a gondolat, hogy a férfi, akiről beszél, az övé. Elismerem, hogy érdemes volna várni erre a rendkívüli férfira, nevetett a kapitány. Nagyon szeretném megismerni. Hát akkor tegye azt, kedves kapitány úr, bíztatta a lány. Nekem feltett szándékom, hogy megvárom. A francia tiszt igencsak elcsodálkozott volna, ha megsejti a lány szavainak valódi értelmét. Míg ez a beszélgetés folyt, a tengerpartról sétáltak fel a kunyhóhoz. Itt csatlakoztak ahhoz a kis társasághoz, amely tábori székeken üldögélt egy terebélyes fa árnyékában. Ott volt Porter professzor, Mr. Philander, Clayton, aztán Charpentier hadnagy két másik tisztársával. Esmeralda háttérben téblábolt, és időről időre közbekotyogva véleményt nyilvánított, vagy megjegyzéseket tett a család régi és elnéző megbocsátással kezelt szolgálójának jogán. Fejjebb valójuk közelettére a tisztek felálltak és tisztelettek. Clayton pedig átadta tábori székét Jane-nek. Éppen szegény Paul sorsáról beszélgettünk, mondta Dufran kapitány. Miss Porter válig állítja, hogy nincs tökéletes bizonyítékunk arra, hogy meghalt. És az az igazság, hogy tényleg nincs. Másfelől pedig kitart a mellett, hogy a mindenható dzsungelbéli barátjuk tartós távol léte arra utal, Darnot még mindig a szolgálataira szorul. Vagy azért, mert megsebesült, vagy azért, mert még mindig fogva tartják valamelyik távolabbi benszülött faluban. Elhangzott az a feltételezés, kockáztatta meg Charpentier hadnagy, hogy ez a vadember a feketék azon törzsének tagja, amelyik megtámadta csapatunkat, és az ő segítségükre, az övéi megsegítésére sietett. Jane gyors pillantást vetett Claytonra. Ez roppant logikusnak hangzik, mondta Porter professzor. Nem értek egyet önnel, vetette ellen Mr. Philander. Bőven lett volna alkalma rá, hogy ő maga ártson nekünk, vagy hogy ellenünk vezesse övéit. Ehelyett hosszú itt létünk során mindvégig csak is egyféle arcát ismerhettük meg. Azt, hogy megvédett és élelemmel látott el bennünket. Ez igaz, szólt közbe Clayton. Ám nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy több száz mérföldes körzetben kannibálokon kívül nem élt emberi lény, csak ő.
Neki is pontosan ugyanolyan fegyverei voltak, mint amazoknak. Ez pedig arra utal, hogy valamilyen formában kapcsolatot tart velük, és az a körülmény, hogy egymagában általán ezrekkel szemben valószínűvé teszi, hogy ez a kapcsolat aligha lehet más, mint baráti. Valószínűtlennek tűnik, hogy nincs köze hozzájuk, jegyezte meg a kapitány. Esetleg valóban tagja annak a törzsnek. Máskülönben, tette hozzá egy másik tiszt, miként lett volna képes annyi időt eltölteni a dzsungelben élő állatok és emberek között, amennyi ahhoz szükséges, hogy valaki ilyen kitűnően kiismerje magát az őserdőben és elsajátítsa az afrikai fegyverek használatát. Önök, uraim, saját magukból kiindulva ítélik meg őt, mondta Jane. Átlagos fehér ember, mint bárki önök közül, bocsánat, nem egészen így gondoltam, hanem úgy, hogy még az átlagosnál nagyobb fizikai és szellemi képességekkel rendelkező fehér ember sem volna képes, akár csak egy évig is életben maradni egyedül, teljesen csupaszon ebben a trópusi dzsungelben. Ez a férfi azonban nem csupán egy normális fehér embert múlt felül az erő és ügyesség dolgában. Annyival áll a mi edzett atlétáink és erős embereink fölött, amennyivel azok erősebbek és ügyesebbek egy újszülött csecsemőnél. Bátorságban, harci elszántságban pedig a dzsungel fenevadjaival egyenrangú. Az biztos, hogy igen állhatatos védelmezőre talált önben, Miss Porter, mondta Dufresne kapitány nevetve. Nem hiszem, hogy akad közöttünk olyan, aki ne nézne örömes szembe százszor is a még oly rettenetes halállal, ha ezzel egy csak fele ilyen hűséges és szép hölgy elismerését válthatja ki. Nem csodálná, hogy a pártját fogom, mondta a lány, ha láthatta volna, hogyan küzdött meg értem azzal a hatalmas szőrös fenevaddal. Látta volna csak, hogyan rontott neki annak a szörnyeteknek, mint a bika a szürke medvének, a félelem vagy a bizonytalanság legkisebb jelenélkül. Ön is úgy vélné, hogy emberfeletti lény. Ha látta volna a barna bőre alatt megfeszülő hatalmas izmokat, azt, hogy miként tartotta távol magától az óriás majom iszonyú fogait. Ön is legyőzhetetlennek tartaná. És ha látta volna, milyen lovagiasan viselkedett egy idegen fajhoz tartozó idegen lánnyal szemben, ugyanolyan tökéletes bizalommal viseltetne iránta, mint én. Megnyerte a pört, tisztelt védő, kiáltott fel a kapitány. A bíróság ártatlannak találta védencét, és a cirkáló itt fog várakozni még egy pár napig. Így az illetőnek alkalma lesz visszatérni és köszönetet mondani az isteni portiának. Az Isten szerelmére, édesem, kiáltotta Esmeralda. Csak nem azt akarják ezzel mondani, hogy itten akarnak maradni ezen a rémes helyen a ragadozó állatok között, mikor mindenkinek módja van végre elmenekülni azon a hajón. Ugye nem így gondolja, édesem? Jaj, Esmeralda, szégyelhetnéd magad, kiáltotta Jane. Hát ez a módja annak, hogy kimutasd a hálád az iránt a férfi iránt, aki kétszer mentette meg az életedet? Ha tényleg így volna, ahogy mondja Miss Jane, de az erdei ember nem azért mentett meg minket, hogy itt is maradjunk, ő megmentett bennünket, mi meg elmehetünk innen. Én szerintem még haragudni is fog, ha visszajövet meglátja, csak annyi sütni valónk volt, hogy itt maradjunk, miután ő megtette a magáét, hogy mi elmehessünk. Azt reméltem már, hogy nem kell többé egy éjszakát se aludnom ebbe a vadállati kertben itten, és hallgatom azokat az egyedülálló hangokat, amik abból a dzsumbújból jönnek sötétedés után. Én egy csöpp szemrehányal se teszek magának, Esmeralda, mondta Clayton. Minden bizonnyal nagyon fején találta a szöget, amikor egyedülálló hangokat emleget. Én soha nem lettem volna képes megtalálni a megfelelő kifejezést rájuk. Kell annál jobb, mint egyedülálló hangok? Ön és Esmeralda talán jobban tenni, ha felmenne a cirkálóra és ott lakna, mondta Jane finom gúnnyal a hangjában. És ahhoz mit szólnának, ha egész életükben ott kellene élniük a dzsungelben, mint annak az erdei embernek? Attól tartok, igen szánalmas figura lennék vademberként, nevetett kesernésen Clayton. Ezektől az éjszakai hangoktól bizony a hajam is égnek áll. Meg lehet szégyen az ilyesmit beismerni, de ez az igazság. Nem is tudom, mondta Charpentier hadnagy. Én sohasem törtem a fejem olyan dolgokon, hogy mi az a félelem meg hasonlók. Sohasem próbáltam meg eldönteni, hogy gyáva vagy bátor ember vagyok-e. Azon az éjszakán azonban, amikor a dzsungelben aludtunk, azt követően, hogy szegény darnótot fogjulejtették, és körös körül egymás után harsantak fel, majd haltak el azok a rettenetes hangok,
Nem is annyira a fenevadak bömbölése és acsarkodása volt rám akkora hatással, mint a surranó neszek. Azok, amelyeket az ember hirtelen egész közel hallott, és aztán hiába várta, hogy megismétlődjenek. A szinte nesztelenül mozgó hatalmas testek kiismerhetetlen zajai, és az a tudat, hogy az ember nem tudhatta, az állat mennyire van közel, és vajon még közelebb oson-e azután, hogy a hang már többé nem hallatszott. Igen, ezek a hangok voltak rettenetesek. És a szemek, mondd ő! Amíg élek, látni fogom őket a sötétben. A látható szemeket és a láthatatlanokat is, amelyekről az ember csak érzi, hogy rászegeződnek. Azok a legborzalmasabbak. Egy pillanatra mindnyájan elhallgattak, aztán Jane szólalt meg. És ő most is ott van, suttogta elfúló hangon megborzadva. Azok a szemek ma éjszaka rá fognak meredni, és a bajtársukra, Darnót hadnagyra. Hát itt hagynák őket, urai. Megvonják tőlük még azt a passzív segítséget is, amelyet az jelent, hogy néhány nappal tovább maradnak itt? Na-na, gyermekem, mondta Porter professzor. Dufran kapitány hajlandó maradni, és én is határozottan hajlandó vagyok rá. Mint mindig, ha arról van szó, hogy jó képet kell vágni a gyerekes szeszélyeidhez. A holnapi napot arra szánnánk, hogy megkeressük a ládát, professzor úr, javasolta Mr. Finlander. Úgy bizony, teljesen igaz, Mr. Finlander. Már majdnem meg is feledkeztem a kincsről, kiáltott fel Porter professzor. Esetleg kérhetnék néhány ember Dufran kapitánytól, hogy segítsenek nekünk. Meg egy foglyot, hogy mutassa meg a láda helyét. Ez csak természetes, drága professzor úr. Mindannyian készséggel állunk a rendelkezésére, mondta a kapitány. Megállapodtak abban, hogy egy 10 főnyi különítmény az Arrow egyik fellázadt matrózának útmutatása mellett Charpentier hadnagy vezetésével másnap kiássa a kincset. A cirkáló pedig egy teljes hétig még a kikötőben marad. Ha ez az idő eltelt, Darnótot halottnak kell tekinteni, és feltételezik, hogy az erdei ember nem kíván visszatérni mindaddig, amíg ők itt vannak. A két hajó tehát fedélzetén a teljes társasággal útra kell. Porter professzor másnap nem tartott a kincskeresőkkel, akik déltájt tértek vissza üres kézzel. A professzor buzgón igyekezett elébük. Szokásos szórakozott nem törődömsége egyszeriben eltűnt. Igen idegesen és izgatottan kezdett viselkedni. Hol van a kincs? Kiáltotta Clayton felé, amikor még jó 100 yard választotta el őket egymástól. Clayton a fejét csóválta. Eltűnt, mondta a professzor felé közeledve. Eltűnt. Az nem lehet, kivitte volna el, kiáltotta Porter professzor. Annak csak a jó Isten a megmondhatója, professzor úr, felelte Clayton. Elképzelhető lett volna, hogy a fickó, aki a helyet megmutatta, hazudott. De olyan őszintén meglepődött és elképett, amikor semmilyen ládát nem találtunk a megnyilkolt Snipes teteme alatt, hogy a semmiképp sem lehetett színlelés. Meg aztán a gödör is mutatta, hogy ott valamit valóban elástak a holttesttel együtt. Találtunk alatta egy mélyedést, amely csak lazán volt betemetve a földdel. De hát ki vihette el? Kérdezte ismét Porter professzor. A gyanú természetesen a cirkáló legénységére terelődne, mondta Charpentier hadnagy, ha Jennifer's hadnagy épp az imént nem biztosított volna afelől, hogy egyetlen emberünk sem kapott partra szállási engedélyt. Tehát senki nem járt a parton egyedül, mióta itt horgonzunk, csak valamelyik tiszt parancsnoksága alatt. Nem tudom, hogy szándékukban áll-e az embereinket gyanúsítani. Minden esetre örülök, hogy így módon a gyanú lehetősége is elhárul a fejük fölül, mondta végezetül. Soha nem jutott volna eszembe az embereiket gyanúsítani, hiszen annyi mindent köszönhetünk nekik, válaszolta Porter professzor nagyvonalúan. Ennyi erővel a mi kedves Clayton barátunkat is gyanúsíthatnám, vagy éppen Mr. Finlandert. A franciák, mind a tengerészek, mind a tisztjeik elmosolyodtak. Szemmel látható volt, hogy nagy kő esett le a szívükről. A kincs jó ideje nincs már a helyén, folytatta Clayton. Az történt, hogy amikor felemeltük a holttestet, az szétmálott. Ez arra utal, hogy akkor vitték el a kincset, amikor a hulla még nem régen feküdt a földbe, mert amikor megtaláltuk, egészben volt. Jó néhányan lehettek a tettesek, mondta az időközben odaérkezett Jane. Emlékezzenek, hogy 4 ember tudta csak megemelni a ládát. Azám, kiáltott fel Clayton. Mennyire igaz? Nyilván egy csapat fekete volt az. Egyikük esetleg látta, amikor a matrózok elásták a ládát.
Aztán rögtön visszatért a barátjával együtt, és elvitték. A spekuláció nem vezet semmire, mondta Porter professzor szomorúan. A láda eltűnt. Soha nem látjuk többé, mint ahogy a kincset sem, amely benne volt. Csak Jane tudta, mit jelent a kincs elveszítése az apjának. Másnak fogalma sem volt róla. 6 nappal később Dufresne kapitány bejelentette. Másnap kora reggel indulnak. Jane szívesen kért volna még egy kis haladékot, de lassanként kezdte maga is azt hinni, hogy dzsungelbéli szerelmese nem akar többé visszatérni hozzá. Kételjei támadtak. Az elfogulatlan francia tisztek logikus érvelése kezdte meggyőzni. Azt nem hitte el, hogy az erdei isten kannibál lett volna, de hogy valamelyik vattörzs befogadott tagja, az idővel lehetségesnek tűnt a számára. Nem fogadta el azt a feltételezést, hogy meghalt. Lehetetlenségnek látszott elhinnie, hogy abban a diadalmas, erőződő, tökéletes testben valaha is kialudhat az élet lángja. Ez annyit jelentett volna, mint elhinni, hogy a halhatatlanság csak por és hamu. Amikor Jane eljutott odáig, hogy ilyenfajta gondolatok vertek gyökeret a fejében, egyszerűen újabb, nem kevésbé kellemetlen kényszerképzetei is támadtak. Ha a férfi valamelyik vattörzshöz tartozik, gondolta, nyilván van ott egy vad felesége is. Vagy esetleg egy egész tucat. Hozzá pedig egy csomó félvér gyermeke. A lány megborzongott. Amikor közölték vele, hogy a cirkáló másnap elindul, szinte már örült is neki. Ennek ellenére ő javasolta azt, hogy hagyjanak a kunyhóban fegyvereket, lőszert, élelmet és berendezési tárgyakat. Látszólag a magát Tarzan a dzsungel fia néven aláíró, megfoghatatlan valaki és darnót számára, ha mégis életben lenne. Valójában azonban, azt remélte, az ő erdei bálványának, még ha valóban úgy volna is, hogy ingatag talapzaton áll. Az utolsó pillanatban még egy levelet is hagyott hátra a számára, Tarzanra a dzsungel fiára bízva, hogy adja át neki. Utolsónak hagyta el a kunyhót. Valamilyen mondva csinált ürüggyel még visszatért azután is, hogy a többiek elindultak a csónak felé. Letérdelt az ágy mellett, amelyben annyi éjszakán keresztül aludt, imádkozott barbár istene épségéért. Ajkához szorította a medaliont, és azt mondta, szeretlek, és mert szeretlek, hiszek neked. De ha nem hinnék is, szeretni, akkor is szeretnélek. Ha visszajöttél volna értem, és más lehetőség nem kínálkozott volna, még a dzsungelbe is elmentem volna veled. Mindörökre.